köszöntünk itt, hozok neked egy mikrofont. Jó reggelt! Igen, 14-szeres világbajnokként állsz itt mellettünk. Én általában egyébként Vivien szoktam ugrálkötelezni, de szerintem az ugrálkötelezés egy átlagembernek teljesen más. De most ezt a programot megtanulom. Én edzésen is azt látom, hogy jönnek ugrálni az emberek, ilyen ez a dupla, tudod, ez a dupla, és akkor ott vége. Ugye igazából az ugrálkötelezés az egy gyermekjátékból induló sportág lett. Miért fáradtál el? Ez egyik kérdésem, és hogy minek köszönhető, hogy te mondjuk elkezdtél ugrálkötelezni? Ezt nyugodtan tedd majd közelem. Akkor egészen picike voltam, akkor előtte műkorcsolyáztam apukám miatt, mert tisztes magyar bajnok műkorcsolyázó. Oké, de most az, hogy ugye neked az anyukád az brazil, az édesapád pedig ugye magyar. Magyar, igen. Hol születtél? Én Szombathelyen, Magyarországon születtem. Magyarországon? De Brazíliában is szoktál járni, vagy Brazíliában is élsz egyébként? Igen, Brazíliában is, Magyarországon is. Igazából ilyen két laki vagyok. És milyen színekben szoktál indulni? Az elején még magyar színekben indultam, mert aztán később elkezdtem brazil színekben is indulni, mert szerettem volna egy kicsit elterjeszteni ezt a sportot Brazíliába is, kicsit megnövelni, meg persze onnan is kapok ilyen... Felkéréseket? Nem felkéréseket, hanem támogatást. Aha. Az egyetemtől, meg egy repülős cégtől. Úgyhogy ők azok, akik segítenek, hogy a világbajnokság sem. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk valaki 14-szeres világbajnok lehessen? Kell mondjuk hozzá ez a fajta testalkat? Ugye te azért egy vékony, törékeny, kisebb termetű hölgy vagy az átlagnál. Ez fontos hozzá? Volt előtte mondjuk a műkorcsán kívül egy más sportág, amit igen, mondjuk csináltál? Igen. Szóval, hogy én mondtam, hogy a műkorcsájába kezdtem apukám miatt, mert később ugye Szombathelyre mentünk, ott nem volt jégpálya, úgyhogy tovább folytattam a szártornával. És szertornál után, akkor később láttam egy ugrókötés bemutatót, és annyira megtetszett, mondtam Szörinek, hogy jaj, én ezt szeretném csinálni. Akkor bocsánat, akkor most a sportágnál akkor nem ugráló kötélről beszélünk, hanem ugráló kötelezésről? Vagy ugrókötelezésről? Melyik a jó kifejezés? Szerintem angolul minden, hogy van? Angolul hogy van? Jump rope, vagy rope skipping. És melyik a divatosabb, amit mondjuk használtam? Hát mind a kettőt használják. Az attól függ, hogy melyik kontinensen, melyik országban vagyunk, szóval... Fontos volt számodra, hogy világbajnok legyél? Igazából apukám mindig úgy nevelt, hogy magamhoz képest mindig a legjobbat próbáljam teljesíteni. De hát itt igazából nem magadhoz lettél a legjobb, hanem a világon lettél a legjobb. Igen, úgyhogy... Kicsit túlszárnyaltad. Én ennek nagyon örülök, szóval apukám mindig azt mondta, hogyha magadhoz képest mindig jól teljesítesz, akkor az már remek. Úgyhogy én mindig próbálok úgy igyekezni és úgy menni ki a versenyre, hogy magamból a legjobbat próbáljam kihozni. Ennek kapcsán találkoztál világsztárokkal is. Kik voltak ezek? Most találkoztatsz velem? Igen? Találkoztam Arnold Schwarzeneggerrel, találkoztam David Beckhammel, Zac Efronnal, Michelle Obama, és még jó néhány szállal, de ez most sok lenne, hogy felsoroljam az összeset. Kivel volt a legnagyobb élmény egyébként találkozni? Velünk most itt reggel. Igen, nagyon. Pontosan. De volt egyébként azon híres személyek között, akinek mondjuk a személyisége megfogott? Tehát úgy, hogy ahogy sétált felé, találkozhattál vele? Igen, az egyik, aki nagyon megfogott, ugye ez az Arnold Schwarzenegger volt. Igen, őt gondoltam, mert, hogy ő benne lesz ebben. Amellett, hogy nagy sztár, nagyon egy egyszerű és nagyon egy kedves ember volt, nagyon közvetlen volt, és ugye ez persze embereknek mindig azt hiszik, hogy hú, nagy sztár, az olyan, mint egy isten, és hogy elérhetetlen vagy, nem tudom. Úgyhogy ő nagyon kis, kedves és nagyon közvetlen volt, úgyhogy... Láttunk egy fotót Zac Efronnal, és itt kiderült, hogy ő akkora, mint te. Nem tudom, ez a női nézőnknek igazából számít-e valami. Ő vele milyen volt találkozni? Hát azért egy nagyon, nagyon jó képű srácnak gondolják az emberek. Ő is nagyon közvetlen volt, nagyon kedves volt, szóval így... Nagyon érdekes volt nekünk látni, hogy ilyen nagy hollywoodi sztárok, meg énekesek, azok milyen kedvesek és közvetlenek tudnak lenni a hétköznapi emberekkel is. És ugye persze ez... Hát nem vagy hétköznapi, 14 világbajnoki címed van. Azt akartam még megkérdezni, hogy hogyan tovább? Tehát 14 után most lesz 15, és akkor utána, tehát meddig lehet ezt még fokozni? Hát... Vagy akarod-e még fokozni? Vagy esetleg sportágat váltasz, és valami másban lesz a világban? Hát én imádom az én sportomat, és tényleg nekem ez az ugrókötél, ez a sport, ez olyan, hogy az életem részévé vált, az olyan, mint nekünk az oxigén, hogy szinte már nem is tudunk létezni nélkül. Hány órát edzel naponta, hogy mondjuk egy ilyen szintet tudjál tartani?
gyorsaságít körülbelül másfél órát, uh-huh. gyakorlatot az két órát. Uh-huh. Az három és fél, akkor... ha jól számok matekból, igen. És akkor mellette szoktam tornászni is, meg crossfit. Uh-huh. Tehát akkor azt mondjuk, hogy 4-5-6 órát edzel egy nap, és mellette tanulsz. Hát lehet úgy is mondani, de inkább úgy, hogy beszoktam mostani a héten. Szóval úgy van, hogy hetente a gyorsasági meg a gyakorlat az megvan, és akkor hetente kétszer megyek tornászni, hetente kétszer meg plusz crossfitet is. Köszönjük, hogy itt voltál, mint ahogy kiderült a nézőink számra is, hogy vannak ugye a Mádai Vivien név nélkül, ahol káosz van, Vivi életében rendszeresség van, és ő világbajnok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönjük szépen.